Az új évet téli túrával kezdjük. Jó napot kívánok, köszöntöm a Zöld Mátra nézőit. Éppen Ágasvár felé haladunk, mínusz 9 fokban és ragyogó napsütésben, nem kis megpróbáltatások árán. Ami szép, viszont megmutatjuk önöknek. Tartsanak velünk! Történelmi túrára indulunk ezen a fagyos januári napon. Hogy időutazásunk stílszerű legyen, kezdjük korunk technikai vívmányaival. Hóágyúk öntik a műhavat a Mátra-Szentlászlói sípark piszkos-barna hegyoldalára, így garantált téli hangulatunk. Kapaszkodunk a sportcentrum legmagasabb pontjára, ahonnan jól belátható tervezett utunk teljes vonala. A Mátra-Szent István felett található Vöröskő kilátótól indulunk, és a Szamárkő érintésével mászunk fel Ágasvárra. A vártúra után még történelmi emlékek sora vár ránk a Csörgővölgyben. De ne rohanjunk ennyire előre. A Mátra gerinc egy jellegzetes vonala áll tehát előttünk, sok-sok természeti szépséggel és történeti emlékekkel. Nehéz azonban a civilizációtól szabadulni. A Vöröskőn is építkezés nyomai fogadnak bennünket. Az viszont pozitívum, hogy a régi, nem kellő magasságú vaskilátót egy modernebb szerkezet váltja fel. Ennek az volt az ára, hogy mobiltelefon átjátszó állomás kerülhessen-e pontra. Hiába, ma már a térerő is ökológiai tényező. Ha csak pusztán a számadatokat néznénk, hihetnénk azt is, kényelmes út áll előttünk. A Vöröskő és Ágasvár között ugyanis 8 méter a szintkülönbség a várjavára. Csak hogy útközben a hosszú, szinte észrevétlen lejtőt több szakaszon is igen rövid, de embert próbáló kaptatók váltják fel. A Rebekarétnél érjük el a védett terület határát. Egyre élesebb a terep gerinc jellege. Több helyen is, szinte csak a túraútad biztonságos mozgásteret. Hát egy olyan pontra érkeztünk, ami megadja ennek a túraútnak az igazi jellegzetességét. Ugye Mátra gerincet ígértem, és hát itt nagyon jól látszik a gerinc jelleg. Néhány méterre korlátozódik csak tulajdonképpen a hegygerinc itt ezen a részen, ezen a nyergen. És nagyon szépen össze lehet hasonlítani az erdőtípusokat. Az északi kitettségbe levő hűsöves árnyékos hegyoldalon törmeléklejtő erdők vannak, és egy kicsit lejjebb már sűrű bükkösök. Szemben a napsütötte déli oldalon kocsánytalan tölgyeseket és cseres erdőket találunk. Hát sok helyen cserjés bozótokkal, annyira sekély ott az alapkőzet, illetve a talaj, és ugye az alapkőzet a felszínre bukik, hogy ott már fás társulás nem tud megmaradni, és ezeken a helyeken ilyen cserjés, bozótos szövevények alakulnak ki. Hát természetesen a vadállomány nagyon szereti ezeket a viszonylag háborítatlan hegyoldalakat. Ez a turistaút meglehetősen járt, hiszen az országos kék túrának része, de azért vannak olyan szakaszai, ahol a turistaút eltávolodik ezektől a cserjés bozótoktól, és ott a vadállomány szívesen meghúzódik. Most egy kicsit tovább megyünk, még egy jó szusszanásnyit, és akkor elérjük a Szamárkövet. Az lesz a következő megállónk. Még néhány megerőltető lépés, és már is csodás panoráma tárul a szemünk elé. Utunknak erről a pontjáról nagyon jól lehet azt látni, hogy az a fő Mátra gerinc, amin haladunk, milyen meredek letöréssel halad észak irányba, tehát a hegynek az északi oldala rendkívül meredek. Többek között azért van ez a szép kilátás is, hiszen itt is alattunk egy kb. Egy 30 méteres sziklafal van, függőleges sziklafal, és innen az észak-mátrai rész gyönyörűen lehet látni. Tehát kezdve a Mátra gerinctől, hogyha balra nézünk, akkor a Cserhátnak a dombjait, hegyeit lehet
figyelemmel kísérni. Sajnos párás a levegő, így a felvidékre nem látunk el. És hát Bátony terenye, sőt tiszta időben Salgótarján is nagyon szépen látszik erről a helyről. A kilátó helytől mindössze 50 méterre találjuk a jellegzetes alakú szamárkövet. Elnevezésének eredetéről nincsen információnk. Furcsa formájába minden esetre egy csökönyös négy lábú is beleképzelhető. Egyértelműen szembe tűnik, hogy a különös alakzat alsó része annyira elkopott, hogy ma már nagyon labilisnak tűnik a szikla. Mindennek oka a kőzetben található, könnyen máló rétegek jelenléte. Az sem mellékes szempont, hogy a turista út közvetlenül mellette halad, így jelentős az emberek okozta kopás is. Újabb kaptató, majd újabb csodálatos panoráma. Megyénnel jól látszik, hogy honnan indultunk. Ugye, igen, hogy gyártják a havat Szent Istvánba. Hogyha abban az irányban nézünk, pont mögötte van a piszkés tető, ott van a csillagvizsgáló. Igen, és hát van. Nagyon jól látszik a Mátra gerinc, amelyen végigjöttünk. Jó kis útvonal. Hagyj mondjak egy pár szót ezekről a fenyőpamacsokról, ami itt a gerincen található. Egészen furcsának tetszik ugye ebbe a nagy mátrai lombos erdőben ezek az örökzöld foltok. Természetesen emberi munka eredményei. Az 1960-as években az erdészeti politika olyan irányba sodródott, ami előírta a hegyvidéki erdőgazdálkodóknak, hogy minden talpalatnyi helyet, ahol nincsen fás társulás, be kell erdősíteni. És ez szerencsésen találkozott akkor a fenyőprogrammal, és ez az igénytelen fekete fenyő került ezekre a terméketlen foltokra. Hát a legtöbb helyről kipusztult, de azért maradványai megvannak, itt ezen a útszakaszon is, és ennek következtében vannak itt. Majd Ágasvár tetején is fogunk ilyennel találkozni. Az ősidőkben bizonyosan nem volt Ágasvár fás társulással fedve, akkor jól látszott még a kúpnak az eredeti alakja, most ezt a rajta levő fenyőállomány eltakarja, tehát bővebben erről majd a csúcson beszélünk. Ezután már nincs megállás, irány Ágasvár. A 789 méter magas hegykúp az egyik legszebb alakú, legszebb fekvésű és történelmileg is az egyik legérdekesebb pontja a Mátrának. Már a Pásztor József szerkesztette 1929-es Mátra úti kalausz szerint is, nyoma is alig vehető ki a várnak. Egyáltalán nem lepődtünk meg hát, amit a csúcson találtunk. Itt vagyunk a csúcson, amikor ezt jelenti? Igen. Fölértünk az Ágasvárba, bár várnak már nyomai sincsenek meg, már a középkor elején felrobbantották a várat is, azóta ugye az enyészet és a természet uralkodik. Mitől Ágasvár az Ágasvár? Ugye már az útközben meséltem róla. Már nem annyira látszik, hiszen a fák benőtték, de most az Ágasvárnak az egyik csúcsán állunk, és ugye azért Ágasvár, mert két ágú a csúcs, tehát kettős csúcs egymástól, egy 70-80 méterre van az a két kúp egymástól, és a hegygerinc ugyanazt a képet mutatja, mint már sok-sok kilométer óta. Az északi oldal rendkívül meredek, emiatt védelmi funkciót tökéletesen betölt, ugye semmilyen védműre nem volt szükség az északi oldalon. A déli oldalak viszont kevésbé meredek, ott láttuk ugye korábban a sáncnak a nyomait, igen, tehát egy várárkot képeztek. Igaz, hogy az is már erodálódott, már korán sem lehet olyan mély, mint korábban volt, de azért még a nyoma megvan. És hát ugye az Ágasvárnak a keleti csúcsáról gyönyörű panoráma tárul nyugati irányban, Pásztó felé, a hasznosi víztározó bontakozik ki ott a távolba, és hát az Észak-Mátrának a hegyvonulatai, háttérben a Cserháttal, és a kettő között ugye a Zagyva völgye, ott folyik le a Zagyva, gyönyörű. És tulajdonképpen a Mátrának az összes vize végül is abban a folyóban köt ki. Tehát nem csak az észak-mátrai vízfolyásoknak, hanem a dél-mátraiak is egyesülve előbb-utóbb az Agyvában kötnek ki. Tehát ezen a vízgyűjtő teknőn megy le a Mátrának az összes vize. És hát ezt hasznosítja a hasznosi víztározó is, ami a regionális vízellátást biztosítja itt a környéken. Még télen is gyönyörű, csodálatos a panoráma, hát még tavasszal milyen szép lehet. És most átmenjünk a másik csúcsra, ott találunk egy olyan fenyőpamacsot, ami a
korábbi erdészeknek a munkáját tükrözi. Az első középkori okmány 1265-re datálódik, amely említést tesz a vár létezéséről. Építésének célja nyilvánvaló, hiszen része volt a tatárjárás után létesített végvárrendszernek. Az írások szerint már a létesítése utáni évtizedekben is viharos történelme volt. Egy szerelmi dráma miatt a vár első ura, 5. István király kegyvesztettje lett. A véderő meggyöngült és hamar az ellenfél kezére került. Az kifosztotta és lerombolta. A király pedig újjáépítette, és felesége tárnokmesterének adományozta a várat. Később a Tari család kapta meg, de az írások szerint nem sokat törődtek vele. Hogy hogyan pusztult végleg el nem tudni, de az biztos, hogy már a 15. század közepén romokban hevert. 100 évvel ezelőtt a csúcs még fátlan volt, különös alakját ez jól láthatóvá tette. Manapság már erdő borítja, különlegességét most a nyugati csúcsán lévő fenyőpamacs adja meg. Ez a messzi távolból is jól felismerhetővé teszi. Meredek ösvényen ereszkedünk le a kúp lábánál található turistaházhoz. De a pihenésnek még nincs itt az ideje. Egy rövid kitérőt teszünk északi irányba, a török lábnyomhoz. Béla, mi a történet ennek a török lábnyomnak? Igen, a tábla nem árulkodik róla, hogy a rege hogy szól. Hát a rege szerint a török hódoltság idején az egyik őrt ide állították, és szegény olyan sokáig állt itt, ezen a sziklalapon, hogy kőbe gyökerezett a lába, tehát úgymond belesüllyedt a kőzetbe, annyi sokat állt itt. De hát az igazság azért ettől messze van. Ez egy kultúrtörténeti emlék, senki nem tudja, hogy miért, de ebbe a puha kőzetbe belefaragták ezt a lábnyomszerű képződményt, és hát több száz év óta itt van. És hát nem sokat változott az alakja, hiszen az erózió itt különösképpen nem hat. Talaj sem képződik, így tulajdonképpen ez, hogyha senki nem árt neki, akkor ez itt jól el lesz még egy néhány száz évig. De azért lejjebb van, mint a földszint. Hogy lehet, hogy nem telítődik föl földdel? Hát azért, mert a tágabb környezetben nincsen olyan talajképző erő, ami, illetve nincsen arra lehetőség, hogy máshonnan az erózió komolyabb mennyiségű talajt hozzon. Ez a kőzet egyébként nagy mennyiségben megtalálható itt az Ágasvári hegyen, hiszen az Ágasvárnak a túloldalán van a csörgő lyuk. Ugye a csörgő barlangban is ez a puhább kőzet van, ami nagyon messze van a Mátra főtömeget alkotó andazittől, tehát ez egy jóval puhább kőzet. Ez a hasadásos kőzet, nem is tudom, amikor a barlangban voltunk, ugye a barlanggász sokat mesélt erről a kőzetről. Tehát ebben képződhetett ez a barlang, ez a természetes barlang, és hát ebbe képezték ki ezt a lábnyomot, ami teljesen egyedülálló. A Mátra gerinc történeti emlékeinek felfedezését néhány nap elteltével már januárhoz illő erdei környezetben folytatjuk. Az Ágasvár alatti csörgővölgy rejti a jajmalmot és a huta helyet. A jajmalom egy valamikori vízimalom romjait jelenti. Míg el sem érünk a leomlott falakhoz, szakértünk már is érdekességgel rukkol elő. Nem is gondolná az ember, hogy az erdei fák jelzik a több évszázada itténykedő elődeink kezenyomát. Néhány éve tettem egy érdekes felfedezést. Már a sokadik gyerekcsoportot hoztam ide le a jajmalomba, a valamikori vízimalom romjainak a megtekintésére. És akkor tűnt fel az egyik ilyen nyári túra során, hogy mit keres ez az égerfa a pataktól viszonylag messze. Ugye az égerfáról azt kell tudni, hogy úgy szereti, hogyha a patak vizébe lóg a gyökere. Tehát furcsa dolog, hogy a pataktól egy kb. 20 méterre ilyen öreg nagy égerfa van. És akkor tűnt fel, hogy itt valamikor régen egy mesterséges patakmedret alakítottak ki, és ez a patakmeder egyenesen a csörgőmalom romjához vezet,
Tehát egyfajta üzemi vízcsatorna volt, és ez teljesen logikusnak tűnik is, hiszen egy élő patakra nem lehet, egy hegyvidéki patakra nem lehet vízimalmot építeni, hiszen a pataknak a medre állandóan változik, rombolja a pataknak a medrét a vízfolyás. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan változik a vízfolyásnak a tengelyvonala. 20-20-30 méter, attól függ, hogy a völgy milyen széles. Nyilvánvalóan ezt őseink is nagyon jól tudták, együtt éltek a természettel, ezért mesterségesen kialakították azt a vízfolyást, ami elvezette a vizet a patak, a malom kerekének a működtetéséhez. Most ezt a nyomot mutatom meg, és egy pár száz méteres séta után oda is érünk majd a vízimalom romjához. Az egykori csatorna vonalát, amely úgy tűnik, mintha felfelé haladna a hegy oldalán. Ez persze csak érzéki csalódás. Végig égerfák jelzik az egykori mesterséges vízfolyás útját. Ezt követve nem is lehet eltéveszteni a malomromját. Megérkeztünk a Jajmalomhoz. Végig nyomon követhető volt az üzemi vízcsatorna, ugye, amelyen elterelték a patak vizét, és valamikor régen itt lehetett a malomkerék, hiszen itt van az a mély árok, ami mutatja, hogy itt folyt le a csatornának a vize, és valószínűleg itt hajtotta a malomkereket, aztán a kerékről lefolyó víz aztán itt folyt ki. Az is megfigyelhető még a rom környékén, hogy mindenhol kősáncok vannak, különösen a patak irányába. Ez valószínűleg ilyen védelmi jellegű volt, az árvizek elterelésére szolgálhatott, hogy az építményt, a kőből épült építményt megóvják ezektől a nagyobb áradásoktól. Tehát valószínűleg ilyen célt szolgálhatott. Ezek még most is, bő 100 év múltán is ezért nagyon szépen láthatók. Természetesen az erdő itt visszavette az uralmat, de azért a nyomok még árulkodnak. És honnan kapta a nevét? Hát a csörgőmalom elnevezés az teljesen mérvadó, hiszen a csörgő patak völgyébe vagyunk. Ugye azt kell tudni, hogy pár száz méterrel följebb három patak vize egyesül, és nem akármiért helyezték ide ugye ezt a malmot, nem följebb, nem lejjebb. Itt már megfelelő vízhozam volt nyáron is, hiszen három állandó vízű pataknak a vízhozama egyesül, és az már kellő mennyiségű energiát szolgáltatott ahhoz, hogy meghajtsa a malomkereket. Egyébként majd visszamenjünk a három patak összefolyásához, ott valamikor régen üveghuta volt, ahhoz ugye közvetlen vízi energiára nem volt szükség, viszont kellő adottságok voltak ahhoz, hogy azt a mesterséget ott folytassák. De azt mondtad, hogy ez a Jajmalom. Igen, Jajmalom. Hogy miért Jajmalom, azt nem tudom. De tudomásom szerint itt gabonát öröltek, tehát nem posztókészítés, nem pallómalomról volt szó, hogy itt gabonát öröltek. Az Észak-Mátrából, meg talán a Dél-Mátrából is ide hozták a gabonát, és itt örölték az emberek. Szekéren, nehéz körülmények akkor között, hiszen akkor még nem voltak utak, csak szekérnyomok, és hát kellő fáradtsággal tudták ide elhozni, meg innen elvinni, ugye. És itt találunk egy tájékoztató táblát, amely egykoron arról árulkodott, hogy miért is hívták ezt a malmot Jajmalomnak. Azonban erről a papírról már semmit nem tudhatunk meg, legalábbis a malom történetét illetően, ugyanis vandák ezek vagy elégették, vagy leszaggatták, az biztos, hogy nem az idő vasfoga ette meg, mert ezt a táblát 2003-ban helyezték ki. Annyit tudok elolvasni, és jaj volt annak, akinek pont-pont-pont gabonáját. Utunk végállomása a három patak összefolyása, az egykori Hutahely. A múlt emlékeit itt ma már nem találjuk. Ismertető tábla foglalja össze a legfontosabb helytörténeti érdekességeket. Újabb történeti emlékhelyre érkeztünk el. Ezen a részen valamikor régen hamu zsírból és egyéb alapanyagokból üveget állítottak elő, ilyen üvegutákban. Számos volt ilyen a Mátrában. Talán ez az egyik legjellegzetesebb ilyen üvegkuta emlékhely a Mátrában. A
hely kiválasztás nem véletlen. A legfontosabb és legnagyobb tömegben szükséges alapanyag az a bükkfa volt, hiszen abból égetéssel állították elő a hamuzsírt, ami az üveggyártásnak fontos alapanyaga, és nagyon sok víz is kellett ehhez a technológiához, éppen ezért a patak mentére rakták ezt a helyet. És ugye itt van egy olyan érdekes természeti adottság, ami a Mátrában ritkán, hogy három völgy egy helyre fut össze, és három bővízű patak egyesül itt ebben a térségben, mint egy 100 méteres távolságon belül, tehát három patak vize találkozik. Éppen ezért ez egy nagyon szerencsés helyi kiválasztás volt, hiszen korábban régebben itt mindenhol bükkös erdők voltak, és ezeknek a letermelésével tulajdonképpen az alapanyag biztosítható volt. A kvarc homokot viszont ide kellett szállítani, hiszen az itt helyben nem volt megtalálható, de egyébként a másik két alapanyag itt rendelkezésre állt. Néhány évvel ezelőtt az üvegcsűrnek a utánzatát fából megépítette itt a helyi önkormányzat, de hát ez szerencsétlen módon égerfából lett kialakítva, és ez egy-két év alatt elkorhadt, úgyhogy ez is már itt a pusztulás jeleit mutatja. Szerencsére a tábla még épp, úgyhogy itt az érdeklődők a ezzel kapcsolatos információkat be tudják szerezni. Barangolásunk ma eddig tartott. Ha önök is végigjárják ezt az utat, hamar rájönnek. Az idilli erdei környezet tökéletesen alkalmas arra, hogy őseink küzdelmes életén merengjünk. A január a mérsékelt övi erdők szunnyadásának mélypontját jelenti. A vegetáció mélyállomban várja a fagyos, havas napok elmúltát. Az állatok jelentős része is inaktív, különösen az alacsonyabb rendűek. Rovarokat mutatóban sem látni, de nagyon sok melegvérű emlős is téli álmot alszik. Amelyek nem teszik, a szűkössel próbálják beérni. Teljesen mégsem néma a januári erdő. A fagyos éjszakák csendjét a rókák ugatása veri fel, ilyenkor van ugyanis párzásuk. Nappal is láthatunk eszüket vesztett ravazdikat, bár nekünk nem sikerült őket lencsevégre kapni. A természet emen a nyugalmában hág tetőfokára a fakitermelési munka. A károkozások mérséklése miatt van ez így. A favágók nyomán földre került fakoronák hajtásai pedig terített asztalt jelentenek a nélkülöző vadállománynak. Számukra még nincs megnyugvás. Tart a vadászati szezon. Bár eddig egyáltalán nem volt kemény a tél, mégis nehezen élnek a növényevő vadak. Tavaly ősszel egyáltalán nem volt magtermés a Mátrában. Ezekre a körülményekre azonnal reagálnak az állatok. A vaddisznók jelentős része elvándorolt, az itt maradó kocák nagyon kevés malacot fognak kora tavasszal vetni. A szakemberek szerint a tél java még csak most jön. A vadgazdákon is múlik, hogy hogyan vészeli ezt majd át a vadállomány. A természetet csúfító cselekmények szinte mindig névtelenek. Ugyan néha-néha lehet sejtésünk, hogy ki lehetett az elkövető, őt vagy őket legtöbbször számukra jótékony homály fedi. Találtunk egy üdítő kivételt. Ezen a papíron nevesítve van, hogy kicsúfítja a környezetet, mert a dátum szerint már réges-rég nincs funkciója a fóliacsíknak. A tél megtépázza a természet gyöngyszemeit. Fagyos szélben libegnek az évelő holdviola viaszos termésfalai. Nehéz ilyen koralila májusi virág bódító illatát felidézni. Reménytelenül messzinek tűnik a tavasz. Csak az örök körforgásban való hit élteti ilyenkor a természet vacogó elemeit. T
Déli túránk végéhez értünk, így a történelmi visszatekintést is befejezzük egy időre, de fogunk mi még érdekes dolgokat mondani önöknek itt a Zöld Mátrában, úgyhogy tartsanak velünk februárban is. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!